Európa több országában ünnepelték a II. Világháború lezárására emlékező győzelem napját, de egészen más légkörben, mint a korábbi években. Párizsban a francia elnök koszorúzott a Diadalívnél a náci Németország felett aratott győzelem 77. évfordulóján. Kijevben az ukrán elnök vendéglátogatáson fogadta a német Bundestag elnökét, Bärbel Bászt, aki részt vesz a helyi világháborús megemlékezéseken is. Az ukrajnai háború új kontextusba helyezi az idei ünnepségeket. Zelenszky elnök szerint Oroszország háborús magatartása a nácizmus véres újraéledését mutatja. Az orosz állami televízió híradása szerint az évfordulón Vlagyimir Putyin Ukrajna népének is üdvözletét küldte. Az elnök szerint katonáink, úgy ahogy elődeink, most is azért harcolnak, hogy megszabadítsák a területeinket a náci eszméktől. Putyin hangsúlyozta, közös kötelességünk megakadályozni a nácizmus terjedését, fogalmazott a híradó műsorvezetője. Eközben vasárnap egész nap zajlottak a győzelemnapi előkészületek Moszkvában. Az oroszok hétfőn a nagy honvédőháborúra emlékeznek. A világ közvéleménye pedig azt várja, milyen értelmezést ad majd az ukrajnai háborúnak az orosz vezető.